Évek óta nem volt munkahelye, mégis kölcsönt akart felvenni a várongi férfi, ehhez viszont munkáltató igazolásra és az adóhatóság által kiállított dokumentumra lett volna szüksége. Számítógépen hamisított ilyeneket, majd egyszerűen besétált az egyik bank fiókba. 5 millió forintot próbált kölcsönkérni, az ügyintézőnek viszont gyanúsak lettek a papírjai. Ő értesítette a rendőrséget. A trükközés miatt bírósági ügy indult, amiben most született ítélet. A Paksi járásbíróság ítélte el a vádlottat több bűncselekményben is, közokirathamisítás büntetében, magánokirathamisítás vétségében, illetve csalás büntetének kísérletében mondta ki vádlottat bűnösnek. Ezért a bíróság 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban ennek végrehajtása 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíró enyhítő körülményként értékelte, hogy a csaló saját bevallása szerint azért követte el a bűncselekményt, mert nagyon nehéz anyagi körülmények között élt. Azonban a büntetés súlyosságát az jelenti, hogy ezen bűncselekmények súlyos büntetéssel fenyegetettek, így a bíróság szabadságvesztést szabott ki, de annak felfüggesztésére azért lehetőséget látott. A bíró ítélete azóta már jogerőre emelkedett.